az egyik óra már úgy összefogózkodik, érted, ahogy tudod szétszedni. Aha, ó, de gyönyörű, nagyon. Már nem soká jön a virágja, utána a termése. A Start Minta program fólia sátrában lévő palántákat mutatja meg éppen Lengyel Zoltán polgármester asszonynak. Két fólia sátorban nevelkednek a kiültetése váró uborka, paradicsom és paprika palánták. Ebben az évben is ugye elindítottuk március 1-ével a Start Minta programunkat, amely több elemből áll, és ugye követelmény az, hogy mindig egy újabb elemet vonjon be az önkormányzat, természetesen a régieket pedig megtartva. Első ízben indítottuk el annak idején a fóliasátrat, illetve a mezőgazdasági programunkat, és ebben az évben is a kollégák már láthatjuk is, hogy milyen jó munkát végeztek, hiszen már a palánták azok már készen állnak a kiültetésre. Paprika, paradicsom és uborka lesz az, amelyet már ezen a héten, ha az idő is kedvez, akkor ki tudnak ültetni azokra a területekre, amely már szabadföldi telepítésként fognak a továbbiakban működni. Ebben az évben 3 hektáron termelnek majd a programban zöldségeket az ott dolgozók. Maga a dolgozói létszám a mezőgazdasági programban az előző évhez képest 117 főről 100-ra került lecsökkentésre, pontosan azért, hogy kevesebb hektáron lesz a kézi munka. Az elmúlt évben ugye láttuk azt, amikor kilátogattunk ezekre a területekre, hogy amikor az a nagyon nagy meleg volt, tehát amikor 35-40 fokos meleg is volt, ugye a dolgozók szabadságaikat töltik, illetve lehetőség van arra is, hogy alkalmi munkavállalóként máshol vállaljanak munkát. Fel lehet függeszteni a közfoglalkoztatotti programot, és ugye azt tapasztaltuk, hogy máshová elmentek dolgozni, de magát a növényeket, azokat ugyanúgy gondozni kell, kapálni kell, foglalkozni kell vele, hogy az a termésmennyiség az meglegyen, amelyet ugye beterveznek a kollégáink, és nagyon nagy munkát rótt ez azokra a dolgozókra, akik nem mentek el máshová dolgozni. Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy kevesebb fővel és kisebb területen kerüljön akkor felhasználásra ez a fajta program. A kiültetése váró palánták szépen cseperednek, már a jövő tervezése is zajlik. Természetesen gondolni kell a jövőre, és már itt arról beszéltünk, hogy a fóliasátrat le kell majd, hogy cseréljük, hiszen azért évek alatt ezek elhasználódnak, úgyhogy már itt az őszi munkálatokra is gondolunk, hogy hogyan fogjuk folytatni.